Magába a buszmegálló is elég sz... Mert ezt legalább úgy néz ki, hogy nem kicserélni lehet, hanem mondjuk lefesteni. Nem? Ez néz ki. Egy csavart visszanyomtam, figyeljetek! Legalább nem is férkő. És legalább van egy pár férkő. Szerintem minden tök jó, amikor a közéletem valami változást lehet elérni. Picit viccesebbé, vagy színesebbé tenni. Jaj, de szép! Nem, Bika, egy erős kutya. Ez tényleg olyan alakú van. De hülyék vagytok. Jó volt, Szolnokon egyébként most egy egész friss kutyapártos csapat van, elsősorban négy színfestésre pörögtek rá, és ebben értek is el eredményt, tehát a legnagyobb négy színüket néhány hét után megcsinálták ott a járdát a városiak. Nagyon kattant. Hú, ezt meg ne csinálják már, ez olyan jól néz ki. Nem áll fenn, nincs közelbe, Fideszid oda vagy. Na jó, és merre tovább? Passzivista az az aktív, kreatív állampolgár, amelyik észreveszi a környezetében, hogy hol vannak a problémák, amin javítani tud, és ezt végig is szervezi. Na, hát a hát ujjukat fessük, nem? Jó, akkor így. Van kenyér. Megnéztétek, melyik a teteje? Ez a teteje. Most teljesen mindegy. Hát fejjel lefelé. Ja. Egy nagy betonfal, ami egy lakóparktól választja ezt a parkot. Térképen szépen látszik, hogy az kiárat, de ez a betonfalon csak egy vas ajtó jelzi, de az a betonra van ráakasztva az az ajtó. Na jó, az ne legyünk feltűnőbbek, mint amennyire muszáj kicsit, szerint. Szerintem hagy. Ó, most a fenekemet csípi. Úgyhogy mi csináltunk hozzá lábtörlőt, meg ablakokat a vak ajtó mind a két felé. Ide, így, hogyha teszem, jó lesz valahogy. Olyankor megpróbáljuk rávenni a felelősöket. Tök jó. És ezzel tudjátok így rá trutyizni. Ne kézne. Szerintem meg ott lesz egy kicsit furcsa. Jobbra, még jobbra. Vegyétek meg. Hát vegyétek már, elég szíves. Nem szeretném. Hát de sokkal jobb van ablak az ajtóhoz, meg azért, nem? Úgyis le fogjátok szedni. Én most már azt látom, hogy legalább nem rendőrrel fenyegetnek, hanem egyszerűen a felelős elkezd dolgozni. Az létszés az, hogy félek, szedjétek már le. Á, nem szednék le. Figyelj! Szólítsatok fel minket! Egész sok feladat hárul rám. Az mindig így áll össze, ilyen komplex rendszerként. Elsősorban a kultúráért vagyok felelős, de ebbe azért szociális dolgok is beletartoznak. De azt is gondolom, hogy a kortárs művészetnek meg szüksége van olyan lehetőség, amikor neki nem megmondják, hogy milyen témában vagy milyen dologról kellene alkotnia, hanem alkothat. Úgyhogy én ezért csináltam ezt a public art pályázatot. Ebből volt egy jelen szoborként elhíresült alkotás. Hogy a cigány bűnözés az, ami probléma ebben az országban, és egy fehér magyar ellenes lapfilmok uralkodik, ezért nem hagyhatjuk szó és tettek nélkül a most felállított BLM szobrot. Magyarországon nem lesz BLM, nem lesz cigány BLM, semmi ilyesmi nem lesz, ezt csirájában el fogjuk foltani. Bízom abban, hogy Magyarországon ez a gyalázat, ami az Amerikai Egyesült Államokban megtörtént, ahol a felforgatók már polgárháborús hangulatot teremtettek, ez itt nem történhet meg, él még a magyar nemzeti ellenállás, és remélem,
hogy rövidesen el fog innen tűnni ez a szörny alkotás a paraván mögül. Végül lekerült a kordon, és akkor nagyon bátor fajvédő szélső jobbosok szétrúgták ezt a szobrot. Erős cím. Az általam imádott anarista terrorista mozgalom előtt estek növéjel. Nem emlék művet. Jó a kép is egyébként. Igen, ezt a helyi Fidesz irodán szerkesztik ezt a blogot is. Nem, hogy annyira visszamentél. Szinte minden, amit eddig csináltam, az támadásokat is kiváltott. Hogyha Peti Döme asszonyság fejéből kipattant, rém ötlet. Szerintem egész jó. Az, hogy a média lehazaárulóz, vagy akár egy szélsőjobbos borsodban, mikor éppen, hogy valami történjen, ez az országgal, hát akkor hajrá. Ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni. Szerintem az a házaáruló, aki ezért az országért semmit nem tesz meg, vagy csak gyűlöletet kelt. Most a második fordulója van az alsózsolcai önkormányzat és a Szeméthegy esetének. Az önkormányzat szállított szemetet, egyébként egy Natura 2000-es terület. Olyan újságírók, akik az első ilyen akciónk után, ami igaziból egy virtuális akció volt, mert csak Photoshopon csináltunk egy olyan képet, hogy itt illegális önkormányzati szemétlerakó épül. Ez egyébként sok újságíró elhitte. Az önkormányzat is elkezdett mozgolódni, hiszen ez valóban magánterület, a helyi rendelet alapján onnan nem kell az önkormányzatnak elvinni, ők ezzel védekeznek. Üdvözöljük Önöket! Sziasztok! Itt vagyunk Alsó-Zsolcán, a híres Alsó-Zsolcai Szeméthegynek a lábánál. Egyébként egy kicsivel messzebb már a Sajó, a egy utcával, vagy az utca szélén pedig az egyik Alsó-Zsolcai cigánytelep kezdődik. Ez egyébként Natura 2000-es természetvédelmi terület is. Azért jöttünk ide, hogy hátra találunk, bár félnek az emberek, féltik a közmunkát, a közgyógyellátást, mindenki kiszolgáltatott azért nyilván a helyi potentátoknak, de bízunk abban, hogy néhány embert meg tudunk kérdezni. Igaziból konkrétan engem kerestek meg utána a helyiek, én sokat dolgoztam abban a faluban még, amikor tanár voltam, tehát volt egy személyes ismeretség, meg egy személyes bizalom felé. Olyanról hallott, hogy esetleg maga az önkormányzat hordana ide szemetet? Volt, hogy hozott már, hogy önkormányzat is hozta ide, hogy is csak hulladéket, fahulladéket, mit tudom, amiket azelőtt hozták. És ezt mivel? Ilyen autókkal? Autóval, amikor takarítottam, meg mit tudom, mit tudom. Tehát nem tetszett valamikor próbálni, hogyha hozza valaki, mit tudom én, levideózni, meg megkérdezni tőle, hogy minek hordja, ne vigye innen? Én hiába próbálnám. Nekem támadnom, amikor aztán a probléma után megvernek engem. Régebben volt egy jó kemény pálya, az is személytom miatt tönkrement, ahol fociztunk a haverokkal, gyerekeknek is jobb volt, nem kellett. Hát foci, és mi lenne, ha még szurkolók is lennének? Nem népszerű, nem biztos, hogy utána úgy szavaznak, ezt csinálják, azt csinálják. Nem fektetnek beléjük energiát a politikai pártok, meg erők. És hát valljuk be, igaziból az önkormányzat tök jól gondolkodik, idézőjelben tök jól, mert ha a cigányterep és a Sajó közé rakok egy, vagy csinálok egy illegális szemétkupacot, akkor arról ki nem fogja nekem azt elhinni, hogy ezt a cigányok csinálták. Mutatnék valamit. Ez az önkormányzati autó, amit itt látunk a képen? Az lehet, hogy az nem. Az ilyen közmunkásos autó? Ez Alsó-Zsolcájé? Ez az. Na, mert itt akkor itt sikerült Lencse végre kapni, ahogy a polgármesteri hivatal hozza ide. Ezeket az autókat hol találjuk?
Alsó-zsolcai városüzemeltetés. Yes! Ez itt akkor Alsó-Zsolca önkormányzati valami telephelye, és akkor itt valóban megtaláltuk azt az autót is, amelyiket a helyszínen is fotózták. Oh yeah! Arra számítunk, hogy az önkormányzat, a nyilvánosság meg ezeknek a videónak a hatására esetleg jobb belátásra tér. Jaj, de izgatott vagyok. Messze per. Na, hát akkor kard ki kard, Alsó-Zsolca. Azért alapítottuk meg a kutyapártot, mert nem volt olyan párt Magyarországon, akire jó szívvel tudtunk volna szavazni. Életmódunk megóvása nélkül minden értelmét veszti. Ha nem lesz magyar az ország, nyilván a kormány az a gyűlöletpropagandát nyomta. De a többi párt is hallgatott. Ott például igencsak aktuál politizáltunk. Abba a plakátkampányunk olyan is részt vettek, akik lehet, hogy egyébként nem is kutyapárt szavazók, de mi voltunk az egyetlen olyan csapat, aki tudott egy olyan eszközt adni, hogy valamit tegyenek. Ez mondjuk tényleg mázli volt, ez a ricsávó az beleállt a dologba. De volt egy 444-es is, ha jól emlékszem. Uh-huh. Na nem úgy, mint a miskolci szeméthegy, vagy a zsolcai szeméthegy átakarítása. Korábbit azt nem hozta, de ezt most nem hozta le, ahol valamit állítunk is. Hát azért osztogatták. De szemétből elektromos áram című ötlet jön a lakosságtól. Ön az Alsó-Zsolcai polgármesteri hivatal. Muszáj valamit, akkor legyen titkás. Üdvözlöm, Demesus Anna vagyok, a Magyar Kétfarkú Kutyapártól telefonálok. Ez a szeméthegy gét, ami miatt telefonálok. Hete voltam is a városban, és próbáltunk úgy érdeklődni, hogy mégis mit tudnak a helyiek, mert viszont én továbbra is olyan információkat kaptam, hogy az önkormányzat is vitt, illetve vitettett a lakossággal is oda szemetet, azt ígérve, hogy ez utána elszállításra kerül. Jó, hát akkor köszönöm szépen, hogyha tájékoztat engem, és tényleg figyelemmel kísérjük, és segíteni próbálunk. Én is köszönöm, minden jót. Na. Hát szerintem le fogják büntetni a tulajt, én azt gondolom.
megörököltünk az előző városvezetést, a Pince Színházat, ami egy önkormányzati föntartású színház volt, nagyon-nagyon kevés ilyen maradt az országban, a színház és a politika terévé vált. Általában a színházigazgatói pályázatokra 2-4 pályázat érkezik, és mivel legtöbben nem független, hanem már állami színház, olyan kinevezettekhez kerül, akik aztán majd megfelelő jó keresztény katolikus darabokat mutatnak be, vagy legalábbis ne legyen ott semmilyen baj. Hát a Pince Színház igazgatói pályázatára 15 pályázat érkezett, gyakorlatilag az egész szakma próbálkozik, pedig ez egy kicsi színház. Az kell, hogy a képviselő társaik a bölcs döntést hozzanak, és ne politikai, de ez a nagyon fontos még. Szóval még el lehet rontani szerintem, de nem fogjuk. Én azt láttam, hogy nagyon kevés saját ötletük van, nekem viszont vannak, tanácsot is kérek, vagy szeretném megbeszélni, ha ott akkor nagy csend van, és aztán, amikor én azt kidolgozom, vagy kijövök azzal az ötlettel, akkor pedig megy a cincálás. Az első napi rendi pont a Ferencvárosi Pince Színház igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat elbírálása. Erőterjesztő Dömes Zsuzsanna alpolgármester, megadom a szót alpolgármester asszonynak. Politikusok mindenhez értenek, mindenhez is. Én magam a művészeti kérdésekben, nekem tényleg az a fontos, hogy az ilyeneket ne írja fölül a politikai szempont. Jó, szóval Komáromiéknak a pályázata pontosan egy olyan programot, olyan évadot és olyan tevékenységet kínál itt Ferencvárosnak, amire ez a kiírás irányult. Nem csak kortárs színházról beszélünk, hanem kortárs szövegek, új szövegek színházáról. Ez egy unikális törekvés, és ilyen színház még Budapesten nincs. És hogy az állomány az bizony annyi, amennyi, és az nem lehet több. Nem lehet, tehát a vágyainknak egyszerűen határt szab a valóság nevű nagybácsi. Tehát lehet álmodozni nagyokat, de az gyakorlatilag, hogy mondjam, szélhámosság határával lenne határos. Én pedig azt nem szeretném vállalni, meg nem is vagyok rá, azt hiszem, alkalmas. Tehát kérem, hogy döntéshozatalra készülve Sztarenki Pál pályázatáról szavazzunk most. Köszönöm, 10 igen, 2 nem, 3 tartózkodás. A harmadikén meghallgatott Komáromi Györgyről szavazzunk. Köszönöm, 7 igen, 6 nem, 3 tartózkodás. Sztarenki Pál az új igazgató. Számítanak a kerületnek az érdekei. Az, hogy nem úgy legyen, ahogy a független polgármester vagy a kutyapártos alpolgármester szeretné. Még akkor se, ha igazuk. Mindegy. Super,
azokat biztatom, hogy nem szabad feladni, úgyhogy most azt csinálom éppen. Hát nézd, én nem tudom, kultúrát lehet gerillában is csinálni. Sokszor mondják ránk, hogy viccpárt vagyunk, vagy nevetséges, amit csinálunk. Mit számít, hogy mi kifestünk-e színesre egy járdarepedést? Mit számít ez az egész? Én pedig azt gondolom, hogy valahol egyszer egy politikai pártnak föl kell azt vállalni, hogy kicsiből kell elindulni a nagy felé. Nézzük a Szeméthegyet, megtekintjük. Gondolom nem lenne baj, ha nem lenne itt. Nem ragaszkodtok hozzá különösen. Igen. Ez nem kisebb lett szerintem, hanem nagyobb. Én nem tudom. Vagy ilyen magasabb. Vagy maga, aha, nem kicsit a merebb, magasabb. Most meg egy úgyhogy most az lesz a táblán a felirat, hogy illegális szemételszállítást fog történni hamarosan, és akkor ez a közpénzgyűjtésnek az összege szerepel rajta. Én tényleg ezt az aktív, kreatív állampolgárt tudnám megnevezni, mint a kutyapártnak a célja. Küldetésünk egyelőre, hogy ezt meg tudjuk mutatni, meg ne átéltetni. Az erre. Nekünk tényleg ez a legfontosabb. Ja, hogy akkor most megnézni. Aha. Ennek így itt van. Gyere. Minden a fiamúgy. Hát, rengeteg a meló. Megpróbáljuk ezt a Szeméthegyet itt felszámoltatni. Illetve már felszámoltatásra nem mondjuk. Ja. Más nem semmik vagyok igazi bőssek. Gondoltam, hogy mellélek ezt, és kicsit elkezdtem leütni, és akkor még... Na, te biztos el tudod. A hatodikosokat kérem fel táblaolvasásra. Az illegális szemét elszállítása a Zsolta belterületéről. Beégetted a hatodikusokat, jó van? Még tükétedikhez vagyok. Akkor nem úszod meg, ott azért van fölötte is. Köszönjük mindenkinek, szeretnénk segíteni. Bravo! Ez igen, az ötödik, hatodik lenyomta. És ez szerintetek mit jelent, hogy aki szeretne segíteni? Mit kell csinálni szerintetek? Összedni a szemet. Ó, bizony. És akkor mire kell az 550 ezer forint? A konténert ide hozzá. Bizony, a konténert idehozni, meg elvinni. Nagyon hát, okos kis lec, hogy... Szerintem megértettük a dolgot.